Egyesületi, tagszövetségi és országos versenyeken mérettettek meg térségünk postagalambászai és nagybecsben tartott állományaik az elmúlt esztendőben. Szép hagyományok szerint ez időtájt egy nagyszabási ünnepi ceremónia keretébe kerülnek a jól megérdemelt elismerések átadásra. Igazi díjeső ez volt, aki egy halom serleget és díszoklevelet vihetett haza. Az eseményt a galambászok és családtagjaik mellett támogatók és prominens közéleti szereplők is megtisztelték jelenlétükkel. Minden évben hagyomány szerint most már megrendezi a Bolyi Postagalambászsport Egyesület az előző évi versenyeknek a díjainak, nyerteseinek a megünneplését, díjak átadását, és a 2015-ös versenyév lezárásaként most megünnepeljük a díjkiosztót, és átadjuk a versenyzőknek a megérdemelt díjakat. Vannak olyanok, akiknek az állománya is akár egy év alatt nagyot változik? Van ilyen is, de nem ez a jellemző. Lépcsőfokokat be kell tartani, lépésről lépésre tudunk haladni előre. Az igazán jó állományoknak nem egy év alatt kell kialakulniuk, mert ugye a jó eredményhez egy fölépített állomány kell. Kijönnek a nagy sikerek, jó sikerek, gyorsan, de azok nem tartósak. Az előző években folyamatosan jöttek a fiatalok, és hát egyre inkább nyerték is a helyi versenyeket és a területi versenyeket. Mondhatni, hogy kezd kialakulni egy új generáció? Hát igen, ez egy öröm számomra, hogy mindig több a fiatal nálunk. Az idei évtől elértük a 20 szemét, akik galambászok közülünk, így a tagszövetségben is már a második legnagyobb létszámú egyesület vagyunk, és annak örülök, hogy 18 év alatti tagunk, vagy 20 év alatti tagunk az legalább 6 darab van. Szegcsőtől Beremendig, tehát 20-an galambászkodnak postagalambokkal. Ha kimennek versenyekre, mondjuk egy területi szövetségre, vagy egy országos versenyre, már egy kicsit rettegnek is ettől a csapattól? Igen, rettegnek tőlünk, örömömre. Azt kell mondjam, hogy a 2015-ös évet a Bolyi Elhit Egyesület a tagszövetségi szinten letarolta. Itt mondhatnám azt, hogy 4-5 sportásunk is az élmezőnybe végzett, az összes tagszövetségi díjnak kb. 75%-át elvittük. Mi az erény ennek a csapatnak? Mitől ennyire sikeres? Hát az elszántság. Az elszántság és az elhivatottság, hogy szeretjük a galambokat, odaadunk, feláldozunk érte sok mindent, hogy a sikereink meglegyenek, figyelünk egymásra. Ahol tudunk, ott segítünk is egymásnak. Mondjuk egy galambásznak a második családja az állománya? Igen, mondhatom. Mondhatom ezt, mert nagyon sokan hazamennek, először nem is bemennek a lakásba, hanem elmennek hátra, megnézik a kedvenceiket, hogy rendben van-e minden, és utána mennek csak be. Rengeteg serleget látunk az asztalon, és rengeteg oklevelet. Általában ezek otthon vitrinekbe kerülnek, föl a polcra. Mi a sorsuk? Ezeket a sportársak hazaviszik, kiteszik olyan helyekre, hogy ezt egész évben nézegessék, vagy ami nem vándorserleg, az örökre ott marad náluk. Ezek megbecsült helyre kerülnek. Ha az ember ránéz egy ilyen serlegre, akkor elszíve jut az egész verseny év, az adott verseny, amelyiken azt nyerte, így lepereg benne. És ez egy nagyon jó dolog, főleg télen, a hosszú téli estéken, mikor az ember nem tud igazából mit csinálni, akkor úgy becsukja kicsit a szemét, és újra tavasz van és nyár. Tóth Csaba 35 éve galambászkodik egykoron ezen egyesületben, és hát most pedig már egy dávodi egyesületben. Mi a különbség? Miért kellett átigazolni? Területbeli elosztások vannak, tehát a galambok egy területre érkeznek, és nekem a Bajai Egyesület, és akikkel ott versenyzek együtt, a környékbeli egyesületek, az tehát elérhetőség szempontjából nekem sokkal könnyebb így a galambokat gyűjtésre hordani, órabontásra, mert itt a Duna, és minden alkalommal kompozni kellett. És a másik pedig az, hogy ebbe a kerületbe, tehát 100 kilométerre oldalirányba ott van Szigetvár, Kaposvár, akikkel együtt versenyzek, és nagy a szórás. Ott viszont a területi elosztás talán szűkebb. Fájó szívvel igazoltál át a Bolyiaktól? Igen, nagyon szerettem ide jönni. Mi az erény ennek a társaságnak? Mondhatni, egy nagyon jó közösség alakult itt ki? Igen, tehát ezt máshol nem tapasztaltam. Itt főleg szerintem Németh Zoltánnak köszönhető, ez a próbálja összetartani ezt a közösséget, és amit látok, ami szerintem több egyesületnek a veszte lesz, hogy egyszerűen az utánpótlást, a fiatal tenyésztőket nem próbálnak beszervezni,
kinevelni. Itt viszont azt látom, hogy nagy számban vannak fiatalok. Máshol ez nem, tehát Baján is két új tag van, 64 éves mind a kettő. Tehát az önmagáért beszél. Mit tanultál meg ebbe a 35 évbe? Gyakorlatilag ez egy olyan hobbi, amiben folyamatosan kell fejlődni? Igen, és akkor még azt mondom, hogy szinte semmit, mert még mindig fejlődnöm kell. Tehát én így Mely látom. Eredményekre vagy eddig a legbüszkébb, amit elértél, akár területi, akár országos szinten? Hát kerületi rövidtávú eredményeim, amik legjobbak. Tehát ez az utóbbi években kerületi 5., 9., 3., 2. A középtávú bajnokságban viszont a 2015-ös évben kerületi 4. és 6. a két csapatom. Mennyi időt töltesz te Isten igazából a galambászkodással? Mondhatni, hogy napi szinten megvannak az órák? 2 óra hossza. Többet nem áldozom rá. Gál Nikolett egy igazi galambász dinasztiát képvisel Mohácsról. Ha lehet azt mondani, akkor te gyermekkorod óta ismered a galambokat? Igen. Konkrétan hány galambotok van? Húha, hát igazából az egész padlás az tele van galambokkal. Édesapád korábban galambászkodott, mai napig is azért tartja őket. Versenyekre is jártatok? Igen, nagyon sokat jártunk versenyekre is. Sok érmet, kitüntetést, díjat hoztatok? Van jó pár kupa, az egész konyha tele van igazából vele. Te magad mennyire folytál ebbe bele, mennyire szeretted meg a galambokat? Hát én úgy annyira nem folytam bele, de az jó volt, hogy amikor vártuk haza a galambokat, akkor vasárnaponként mindig kint az udvarba ebédeltünk, és igazából az egész család bennem volt ebbe. Mai nap folyamán itt vannak a családok, itt vannak a családtagok. Mondhatni, ez egy nagy közösség, a galambász közösség? Igen. És voltál itt már többször is? Voltam. Miért jó itt lenni? Nem tudom, tudom. Hát találkoznak a régi ismerősökkel, jól elbeszélgetnek, és igazából egy ilyen, egy kis család. A Díszgalambász Egyesület elnöke is megtiszteli a mai eseményt. Mondhatni egy kicsit, eljöttél vendégségbe? Hát igen, mivel hogy a kiállításokon így egymást kisegítjük itt bizonyos kiállítottságok a madarakkal, akkor mi is meg vagyunk hívva mindig egymás rendezvényeire. Mi a különbség a díszgalambok és a postagalambok között? Fajtára és egyáltalán viselkedésre? Hát elég sok különbség van, teljesen másképp őket tenyészteni, másképp kell foglalkozni, más a felfogás. A díszgalambászok, a madarajkat igazából nem nagyon kell felkészíteni olyan dolgokra, mint ilyen hosszú távú röptetésre, vagy ők elviszik, mit tudom én, különböző országokba hosszú távra. Mi még otthon a baromfiólagban átalakított helyeken tartjuk a madarakat szelíd körülmények között. Milyen a nexus a két csapat között? Hát szerintem elég jó, tehát így jó össze tudunk dolgozni, egymást kisegítjük, ahogy mondtam már mindennel, amit akkor a gyógyszerezésbe szoktuk egymást segíteni, beszélgetni a dolgokról, hogy ki milyen gyógyszereket használ, hogyan, még mit tudom, tehát egész jó a kapcsolatunk. Egy azonosság mindenképpen van, a madarak szeretete. Ez így van, igen, igen, igen. Tehát az ember az a helyzet, hogy minden madarat szeret, tehát a postagalambokat is, meg mindenféle madarat, csak ezek röpülnek. Tehát ezeket bemegy az ember az olba, akkor ezek millió felé mennek, meg mit tudom én, holott a milyenki még szelidek, tehát meg lehet fogni egy kézzel bármi, és ez a különbség. Jó szíven jössz el egy kicsit diskurálni ehhez a társasághoz? Persze, tehát itt az emberkéket javarészt ismerjük egymást hosszú-hosszú évek óta. Tehát együtt megyünk monóra, hogyha vannak a nagy bőrzék, a nagy kiállítások, tehát akkor össze szoktunk beszélni, a költségek minden kicsit eloszlanak, és akkor így tudunk egymással kooperálni elég jól. Melyik drágább, egy díszmadár, vagy egy röptetésre váró postagalom? Hát én tudok egy olyat mondani, ami Aténból Magyarország jött először haza, 1 millió forint az eszme értéke, holott a díszgalambászok esetleg 100 ezer forintig, ha elmegy, ha nagyon jó eredményeket ér el a kiállításokon, amit zsűrik vagy bírók lebírálnak. A sportgalambászat kiváló génállományt és napi törődést igényel a madarakkal. Minden tisztelet térségünk galambászai számára, akik szép eredményeikkel is rendszeresen bizonyítják, igencsak kitanulták, amit a tenyésztésről és a röptetésről tudni kell. Sőt, néhány mesterhez már tanulni is jöhetnek a fiatalabb galambászok, a sportág üdvöskéjük.